Nos, srácok, sziasztok! Akár hiszitek, akár nem. Én is készítettem régen videókat, amik így visszanézve eléggé botrányosak. Mondjuk sokak szerint a mostani videóim is egy rakás szarok, tehát végül is ez nézőpont kérdése. Szóval a mai videóban arra gondoltam, hogy elhozom nektek egy régi videómat, ami több mint 2 éves, és megnézzük közösen, és kíváncsi vagyok, hogy most így több mint 2 évvel később, hogy nézek vissza az akkori önmagamra és az akkori videómra. És szerintem ez egy tök érdekes téma, hiszen véleményem szerint az egész életnek a lényege a változás, és így most össze tudom hasonlítani, hogy 2 éve ki voltam, meg most ki vagyok. Szóval, tartsatok velem! Előkészítjük itt a technikát. Hát ez az indexkép valami nagyon igényes, nem is tudom szavakba önteni, hogy mennyit foglalkoztam ezzel. Összeraktam paintbe egy komoly indexképet. Ez már jó kezdés. 2014. szeptember 17-én töltöttem fel ezt a videót, közel 300-an nézték meg egy nézettség hiány, 21 like van rajta, és 5 embernek nem tetszett. Úristen! Hát ezt az intrót még emlékszem iPad-emen csináltam meg egy free template-es programba, ugye akkor az én csatornámnak a neve még nem Dazis volt, hanem Barna099, egy nagyon kreatív név. És a videó témája nem más, mint hogy miért nézik le azokat az embereket, akiknek nem tudjuk drága cuccokra. Mert akkor én 2014. szeptember 17-én éppen olyan kedvemben voltam, hogy a tököm ki volt, hogy lenéznek engem, mert nekem nincsenek márkás cuccaim. Nézzük meg, hogy fogalmaztam ezt meg. Na, sziasztok, Barnavék, és elég régen volt vlog videó, ezért most van egy új. Wow! Ez aztán magabiztos beköszönés, sziasztok, Barni vagyok, régen volt vlog videó, ezért most van egy új. Hát jobban tetted volna ezt a videót, nem csod meg, drága Barnikám. Amúgy most így megnézve nagyon igénytelen ez a kamera beállítási szög, illetve a képnek a minősége, de tekintsünk el ettől. Amit itt is láthattok. Amit itt is láthattok. Jó, rapper voltam, tudjátok. Majdnem. Szóval ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy nem is az, hogy ki. Igen, ez az, ahol vágni kéne, mert egyszerűen nem tudom, mit mondjak, és csak így hadonászok a levegőbe. Mezni szeretném, hanem mi a tökömért van az, hogy egy ember lenézi a másikat. Mi alapján? És bemutatom, hogy általában milyenek azok az emberek, akik lenézik a másik embert, a normálisat. Na, nézzük meg, hogy Barnika szerint milyenek azok az emberek, akik lenézik a másikat, a normálisat. Most így 2 évvel idősebb fejjel, amúgy a normális, ez egy tök relatív fogalom, tehát egy kannibál embernek az a normális, hogyha embert teszik, nekünk meg itt Európában értelemszerűen az a normális, hogyha nem embert teszünk, tehát a normális egy teljesen relatív fogalom. Swag, bunkó mód bekapcsolva, nézzük. Ugattál nekem? Mit képzelsz? Mi van? Rajtam van itt a füles, ami úgy néz ki, mint egy beats, de amúgy nem beats, plusz rajtam van a napszög, ami le is csúszik rólam, és én úgy a sapkámat, hogy nem normálisan felhúznám, hanem csak ráteszem a fejemre. Szóval te nekem ne pofázzál, jó van? És... Te jó Isten, Istenem! Nézzük meg, hogy a 14 éves szakértő Barni mit szól ezek után hozzá a témához. Ezek nézik le a normális embereket. Akiknél az van, gyerek nagyon buta. Nagyon buta. De ott van anyuci, meg apuci. Apuci. Aki szépen alárak mindent. Tehát ott van neki. Supracipő! Te jó Isten, hogy beszélek? Te jó Isten, hogy ejtem ezt ki így, hogy supracipő? Nem is tudom most már így kiejteni, mint akkor. Akkor meg ezt hallottam menőnek, hogy így beszélek. Változik az ember, változik tényleg. Adidas póló, Rolex óra. Te jó Isten, ezt a kiejtést inkább nem kommentálnám, mert nem tudok rá semmi jót mondani. Satöbbi. És ezek azt hiszik, hogy megtehetik azt, hogy azokat lenézik, akik mondjuk ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy szupracipőbe járnak, Rolex órát hordak, minden. Nem erről szól ez, hogy ki miben megy az utcán. Hogy kinek milyen ruhája van. Hanem arról szól, hogy ki milyen ember. Aszta! És pont az ilyen... Ez a 14 éves Dazis gyerek, akkor még a Dazis név nem is volt terve, szóval ez a 14 éves Dazis gyerek nagyon megmondja itt a frankót, elhiszi, hogy övé a világ. Társadalmi szemetek. Ők a társadalmi szemetek, aszta. Beast mode bekapcsolva. Nézik le a normális embereket. Szóval szégyen, ami itt megy, gyerekek.
Biztos fogják ezt is diszlájkolni az ilyen izé szveggyoló buzi pára gecik. Haj! Hogy beszélsz, kisfiam? Hogy beszélsz ennyi idősen? Ennyi idősen nem szabad így beszélni. Hajrá, diszlájkoljátok csak, gratulálok nektek is. Szóval, nem értem ezt az egészet, hogy mitől több az az ember, aki mondjuk a ruházata az éppen 8-szor annyiba kerül, mint a másikénak. Miért kell lenézni azt, akinek 8-ad annyiba kerül a ruhája? Miért? Ismered? Nem. Addig ne nézd le, amíg nem ismered meg. Jó van? Azért akar... Jó van, jó van. Amúgy viccet félretéve, a videó az rossz, tehát ezt elismerem, hogy botrányos most így 2 évvel később visszanézni. De a mondani valójában még mindig egyetértek, tehát hogy nem a ruha teszi az embert, és amiatt nem kell lenézni az embert, mert ő éppen nem olyan márkás cuccokba járkál az utcán. És közben még kell ezt csinálni? Ne mindegy. Akik előfordult már ilyen, és ő az, akit lenéztek, szépen szarja le őt. Mutasd be neki. De az is tanácsadó. Hajrá, lesz belőle egy csöves, hogy anyucég apuc már nem lesz ott. Pacsi. De az is megsértődve lezárja a videót. Most, hogyha jól emlékszem, még jönni fog egy nagyon menő outro, nézzük meg. Sziasztok. Azt. Sziasztok. Barna 099. De amúgy az a durva, hogy amit mondok a videóban, azzal még most is egyetértek. Tehát tényleg nem a ruha teszi az ember, csak az előadás módom az nem tetszik, finoman szólva. Légy szíves, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek milyen volt ez a régi videó, amit most ebbe az új videóba bemutattam nektek. És hogyha ilyen videóra van még igény, akkor mindenképpen jönni fogok, mert még van pár videóm leprivátolva itt YouTube-on. Szóval, hogyha tetszett neked ez a videó, vagy a régi, akkor nyomj egy lájkot, és ha még nem követsz, akkor iratkozz fel rám, és a következő videóban találkozunk, ami már nem régi videó lesz, ezt jól megmondtam, én Dazis voltam, csácsá, vagyis akkor még Barni voltam. Sziasztok!